Ilyen óvoda fogja várni a kicsiket hamarosan Máté Szalkán. Három csoportban összesen 80 is járhat majd a Széchenyi István katolikus és német nemzetiségi általános iskola új intézményébe. A Debrecennyi Egyházi Római Katolikus Egyházmegye fenntartásában működő óvoda alapkövét pénteken helyezték el. Az óvodát Zsigmond László Ibdias építész tervezte, aki Máté Szalka főépítése. Ez egy három csoportos óvoda, három foglalkoztató teremmel, és hát ugye a kor követelményeinek megfelelően már van egy nagy tornaterem, amely egyben nyitható az egyik csoportszobával, és így egy nagy közösségi tér is kialakul. Az óvoda építésével az is cél, hogy a gyermekek már egészen kicsikortól keresztény szellemiségben nevelkedhessenek. Az általános iskola alatt legyen egy óvoda, ahol keresztény nevelést kapnak már az óvodások is, és aztán úgy készüljenek fel az életre az iskolában, hogy valóban ezt a Krisztusi értékrendet megismerjék, elfogadják, szeressék. Máté szajkán a most épülő óvoda lesz az első egyházi fenntartású nevelési intézmény. Azért vagyunk büszkék arra, hogy ez az épület megépül, mert hiszem azt, hogy minden olyan építkezés, amely állami, vagy egyházi, vagy bármilyen más fenntartó által Máté Szalkán történik, az Máté Szalkát gazdagítja. Az óvara építését az egyház és az állam összesen 300 millió forinttal támogatja. Az új intézmény a tervek szerint 2018. szeptemberétől várja a gyerekeket.